Szevasztok! Hát köszönöm szépen, hogy szóltatok mindannak, akikről azt gondoljátok, hogy alkalmasak a játékra, és kedvük van hozzá. Ez a feliratkozás gomb, ez most jól működött. Hirtelen, hogy 1800-nál is többen lettünk, és éppen ezért lassan odáig jutok, hogy behívok kollégákat segíteni, és egy kis csapatot képezünk, akik mentorálni fogják a kezdőszerzőket. Még arra is gondolom, hogy elmegyünk iskolákba, és ott rendhagyó dalra koncentráló órákat tartunk, hogy azt elég sokszor megcsináltam középiskolában, táborokban, általános iskolában, egyetemen, íróakadémián, versdalakadémián. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy a dal az exponálódik, én szerintem a legjobb tantárgy a világon, és dolgozni fogunk ezen. Egyelőre az történik, hogy nagyon viháncolok, most egy Honcut dal következik, én nem is tudom, hogy mióta tervezem, hogy írok egy ilyet, mert a modelle, amit talán mindannyian ismertek, az nagyon belopta magát a szívembe, és nagyon sokat röhögtem rajta, és sokszor énekeltük családi kórusban. Ennek a dalnak az a címe, hogy Ebben a házban. 262. dalunk ez most, és hát itt most tényleg össze kell szednem magam, hogy ne egy konkrét dallamot mutassak, de ha mégis kicsúszik belőlem, akkor jobb dallamot kell írni, és legyetek szívesek, akinek kedve van és megteheti, egy páran álljatok össze, és énekeljétek el kórusban, aki nem az egyedileg, és lehet hozzá hangszerkíséret, hát biztos, hogy ez vicces és egyszerű kell, hogy legyen, nem azért, mert a tempója 78 BPM, mert attól még bármi lehetne, de nem is azért, mert március 18-án írtam, hanem mert ez egy Honcut dal. Na, akkor ebben játszunk most, jó? Ebben a házban. Ebben a házban lakott a költő, a családdal itt élte életét. Közszeretetnek örvendett végig, s a dalait dúdolta mind a nép, de nyakát törte, mert csúszott a lépcső, és nagy bánatukban a hálás lakók egy emléktáblával búcsúztak tőle, s a felirat őróla eképpen szólt. Ebben a házban lakott a költő, a családdal itt élte életét, közszeretetnek örvendett végig, s a dalai dúdolta mind a nép. De nyakát törte, mert csúszott a lépcső, és nagy bánatukban a hálás lakók egy emléktáblával búcsúztak tőle, s a felirat őróla eképpen szólt. Ebben a házban lakott a költő, családdal itt élte életét, közszeretetnek örvendett végig, s a dalait dúdolta mind a nép. De nyakát törte, mert csúszott a lépcső, és nagy bánatukban a hálás lakók egy emléktáblával búcsúztak tőle, s a felirat őróla eképpen szólt. Ebben a házban lakott a költő, a családdal itt élte életét, közszeretetnek örvendett végig, s a dalait dúdolta itt a nép, de nyakát törte, mert csúszott a lépcső, és nagy bánatukban a hálás lakók egy emléktáblával búcsúztak tőle, s a felirat őróla eképpen szólt. Ebben a házban lakott a költő, a családdal itt élte életét, közszeretetnek örvendett végig, s a dalait dúdolta mind a nép. De a nyakát törte, mert csúszott a lépcső, és nagy bánatukban a hálás lakók egy emléktáblával búcsúztak tőle, s a felirat őróla eképpen szólt. Tudjátok, hogy ebben a házban lakott a költő. Na most ez látja, hogy ez egy három oldalas vers, benne van a meló, de azért nem sok, mert ugye copy-paste. Biztos ismeritek a modelljét, annak megmutatom a dallamát, az úgy van, hogy egy kutya konyhában a kolbászt elloptam, s a gazdasszony haragjában a kést belé szúrtam, és jöttek a többi kutyák, hogy eltemessék őt, s a sírjára felírták a most következőt, hogy egy kutya a konyhában, tehát ez a modell. De mindig akartam egy ilyet írni, most megírtam, és
direkt nem mutattam meg az igazi dallamot, ami a fejemben jár. Írjatok rá jobbat, két ritmika lehetséges a 8 sorosnak a utolsó előtti sorában. Az egyik az, hogy egy emléktáblával búcsúztak tőle, a másik meg, hogy egy emléktáblával búcsúztak tőle. Nüansz, rátok bízom. Egyszer véletlenül azt mondtam, hogy a dalai dúdolta itt a nép, az első verze utolsó sor helyesen úgy van, hogy a dalai dúdolta mind a nép. Minél több kórus szeretnék ebből hallani, aztán majd biztos, hogy a népdaloknál is kiválasztódik egy össznépi verzió, és mint a Happy Birthday-t vagy a Kutya a konyhában, mindenki ezt fogja énekelni a legenyébb szalonspicben is már, meg családi és tábortűzi eseményekkor. Sziasztok, még mindig lehet szólni mindenkinek, mert mondom, már nem vagyok egyedül, és áprilisban, amikor vége lesz az egyéves penzumomnak, akkor már másoktól is várok dalötleteket, meg szövegeket. Tehát egy ilyen kis mentoriskolát tervezek létrehozni nagyszerű zenész és szövegíró kollégákkal és kezdőkkel, főleg kezdőknek. Szevasztok!